Most pedig két pallérozott elmélyű legény telefonbeszélgetése következik egy jól ismert sorozatból. Vettem egy telefont. Haló? Szia! Én vagyok az. Te vagy az? Akkor én ki vagyok? Vagy akkor én ez vagyok? Nem, te az vagy. Az vagy. Hát az előbb azt mondtad, hogy te vagy az. Igen, ha én vagyok az. Na, Feri, te vagy az? Mi? Kérdezem, te a Feri vagy? Ja, persze, én a Feri vagyok. Ja. Te ugye az Ortutainé Pullár Péter vagy. Nem, én a Tibi vagyok. Nem ismered meg a hangomat? Hát, hogyha mutatsz róla egy arcképet. Na, meséljél, hogy mi újság van. Képzeld el, megint vettem egy telefont. Aha, igen, és milyen? Kék. Na de hogy, úgy értem, hogy okos telefon? Nem, hiába dobom el neki a botot, nem hozza vissza. Na. Mesélj, hogy telt a karácsony? A fiaméknál voltunk. Hol laknak? A szomszéd szobában. Akkor nem kellett sokat utazni. De mert rossz irányba indultunk el. Szerencsére még elértük az utolsó hajót visszafelé. Képzeld el, hogy én meg mit kaptam karácsonyra? Na mit? Hát nem figyelsz, hát most mondom, hogy mit kaptam karácsonyra. De mit? Nagyon hülye vagy, hát már harmadszor mondom, hogy mit kaptam karácsonyra. Gyűjtöm a szolmizációs hangokat. Már csak a mi hiányzott. Látszik a terméknél pillanat. Na szóval, most, hogy így a közönség fölébredt és megbánta, hogy együtt, azt szeretném kérdezni, hogy te mit kaptál? Nem, én nem kaptam. Mert én nem gyűjtöm, tudod? Aha, értem. Ellenben kaptam a feleségemtől egy utolsó esélyt. Aha. Mire? A karácsonyra. Nem úgy értettem, hanem hogy mire kaptál utolsó esélyt? Ja, azt mondta, ha nem szokok le a piáról, akkor elválik. Aha. És? Majd elválik. Aha. Képzeld el, hogy én megvettem egy új telefont. Ha ma mondtad. Tudom, de azóta. Ha azóta, hogy beszélgetünk? Igen, mert a másik lemerült. Mi, búvár? Nem, ilyen androidos vagy mi a bánat. És az milyen? Hát például tud olyat, hogy leteszed a szekrényre, és akkor így ott marad. Jó, hát olyan nekem is kell. Ja. Te, figyelj, nálatok mi volt a karácsonykor a menü? A menü? Hát ilyen dokumentumok megnyitása, képernyőbeállítás, hangok, böngészőbeállítás. De nem a telefonban, hanem a asztalon. Ja, ropi volt meg tatárbiftek. Hát ez úgy elég szegényes. Hát gondoltuk, ha már lányoméknál vacsorázunk, fölösleges halásznét hagyni az üres asztalon, ugye? Mi a Vikkatica étteremből hozottunk Norbi burger torna dressinggel. Te a feleséged mit kapott ajándékba? Görkorcsolyát. Miért? Hát mert elnéztem a dobozt, és a ikonokám is elég boldogtalan volt a krumpli nyomó miatt, de aztán cseréltek, azt akkor mindenki jókedvű lett. Igen, én is mindig elfelejtem, hogy melyik dobozba mit csomagoltam, úgyhogy idén ráírtam a dobozoknak a keresztnevüknek a kezdőbetűit. Na jó, de hát a feleséged Klári, a lányod Kati, a vejed meg Karcsi. Akkor itt lehetett a baj, igen. Na de akkor végül mindenki megkapta a magáét? Igen, mindegyiket jól elvertem, igen. Képzeld el, mi meg idén majd vidéken szilveszterezünk. Na de hát ez is vidék. Hát tudom, de így szoktam mondani, hogy úgy tűnjön, mintha te elutaznánk, tudod? Tűzijáték lesz? Igen, mert a kínaiban vettem most gázpalackot a tűzhelyhez. Én meg vettem egy új telefont. Na de hát ezt már mondtad. Hát tudom, csak mondom, hát ha elfelejtetted. Mit? Hát hogy vettem egy telefont. Képzeld el, a Szaténbolt melletti kis utcába összefutottam a Tannenbaum Misivel. Te olyan hülyeséget mesélt, hogy el se tudom mondani. Na mit? Mondom, el se tudom mondani. Hát,
Te, és ki az a Tannenbaum, Misi? Ha, együtt gyerekeskedtünk. Igen, mikor? Ha, 2 éve. Összevesztünk egy sejem cukrom. Ja. Te figyelj már, tudnál nekem segíteni? Apa, parancsolj, igen. Akkor mondom, függőleges 38-as, 3 betű. Jekaterinburg. Köszi. Fiú, le kell tennem, mert egyrészt unom a jelenetet, másrészt meg várnak a pártházban. Hát de már nincs is pártház. Ja? Hát akkor hadd várjanak, amit a... Na jó van, szia, üdvözlöm a Tomit. Tomit? A sittes Tomit. Hát az már 2 éve meghalt. Ja, akkor téves, elnézést. Na, semmi baj, visszhal.